Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Horváth József biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Holnap lesz egy éve, hogy Putyin elindította az általa különleges katonai hadműveletnek nevezett orosz inváziót, és hát úgy tűnik, hogy még messze a vége. Ilyenkor nyilvánvalóan le kellene szűrnünk tanulságokat, de hát itt az Ultrahang csatornáján elég sokat beszélgettünk folyamatosan a háborúról, és továbbra is mindenki azt kérdezi, hogy mikor lesz vége. Így egy nappal az orosz-ukrán háború első éves évfordulója előtt, hogy látja a háborús helyzetet, és mikor lesz vége? Hát szerkesztő úr, először is szerintem, hogy látjuk ezt az egész háborús helyzetet. Azt kell látni, hogy Ukrajna lakossága, az ukrán nemzet, az ukrán állam elveszítette ezt a háborút, hiszen elveszítette a jövőjét a következő évtizedekre nézve. Ukrajna lakossága hihetetlen károkat szenvedett el ezzel a háborúval, és ezt csak azért mondom, és ezt hosszan is tudnánk részletezni, hogy miért szenvedtek el hihetetlen veszteségeket, hogy tavaly akár a háború kirobbanása előtti hónapokban, akár a háború kirobbanását követő első 2-3 hónapban még megvolt a reális lehetősége annak, hogy egy értelmes, viszonylag tartós tűzszünetet és utána egy béke folyamatot el lehessen indítani. Sajnos az elmúlt egy év során mind a két fél olyan mélyen beásta magát ebbe a háborús retorikába, és olyan mélyre süllyedt ebbe a háborús mocsárba, hogy pillanatnyilag tragikus módon, de nem látszik ebből a háborúból, hogy rövid távon, de akár középtávon is bármiféle kiút lehetne. Hol romlott el ez a történet? Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének volt egy évértékelője, ahol arról beszélt, hogy például a németek átálltak a másik oldalra, sőt a németek az élére álltak ennek a történetnek, és hogy különböző országok azt gondolták, hogy ha a németek így, akkor biztos, hogy nem lehet máshogy kimaradni, de arra vissza lehet emlékezni, hogy mi lehetett az a pont, amikor a béketárgyalások tűzszünet helyett inkább egyfajta győzelmi kényszer jött az ukrán oldalra és szövetség. Igen, én azt gondolom, hogy amit Orbán Viktor miniszterelnök mondott a németekkel kapcsolatban, én megtehetem azt, hogy egy kicsit durvábban fogalmazzak. Gyakorlatilag azt látszik, hogy Angela Merkel kancellársága után Scholz kancellárral gyakorlatilag minimalizálódott a német kormánynak a külpolitikai mozgástere. Tehát miért mondom ezt? Mert azzal, hogy Németország szótlanul tűrte az északi áramlat felrobbantását, illetve ennek előtte már egy, most már azt is tudjuk a hírek szerint, hogy az amerikai elnök előre közölte is ezt a német kancellárral, és ő ezt elfogadta. Magyarul az európai vezető hatalom, a világ negyedik legerősebb gazdasági hatalma önálló külpolitikát már nyomokban tud csak folytatni. Ezelőtt még ugye a Minszki megállapodásnál Angela Merkel és akkori francia elnök Holland még képesek voltak arra, hogy a két felet asztalhoz ültessék, 14-ben is egy Minszki megállapodást tető alá hozzanak. Ma már ez a legtragikusabb Európára nézve, hogy az Európai Unió tagországai elszenvedői gazdaságilag, politikailag és a biztonságokat illetően is ennek a háborúnak, ugyanakkor minimális szinten képesek a saját jól felfogott gazdaság és biztonsági érdekeiket érvényesíteni. De akkor ön szerint Németországon ment el ez a történet? Hát az Európai Unió vezetésén, Németországon, Franciaországon, csak a legnagyobbakról beszéljünk. Akkor Franciaországot is ide sorolja? Csak azért, mert abszolút, mintha Emmanuel igen. Macron azért mintha egy kicsit másképpen gondolkodna ebben a kérdésben. Hát itt én azt gondolom, hogy Emmanuel Macron időnként előre lép, és utána visszalép kettőt. Tehát azt a fajta következetességet, amit egy francia gloártól, a francia külpolitika sikerességétől elvárnánk egy második világháborús győztes hatalomtól, ehhez képest a francia külpolitika is, és a francia diplomácia is már csak árnyéka önmagának.
És akkor még talán érdemes szót ejteni az Amerikai Egyesült Államokról és annak elnökéről, Joe Bidenről, mert sokan azt mondták, hogy Putyin azért indított el alapvetően ezt a háborút, mert hogy egy gyenge vezetése van Amerikának, illetve úgy érezte, hogy a Covid kapcsán Európa is meggyengült. Aztán a másik oldalnak az olvasata meg az, hogy valójában ebben a háborúban Amerika felsorakoztatta maga mögé a szövetségeseit, és hogy sokkal, ugye most is arról beszélt Biden többek között Varsóban, hogy mindenki a NATO összeomlását várta, és ehhez képest a NATO mennyire jól áll? Hát én azt gondolom, hogy minden tiszteltem egyébként az Amerikai Egyesült Államok elnökének, de az, hogy a NATO összeomlását várta volna bárki is, erről én nem látom, hogy bármikor is szó lett volna. Tehát a NATO egy erős védelmi szövetség, kialakult struktúrával, vezetési mechanizmussal, tehát az kétségtelen, hogy egyes NATO tagországok között vannak viták, lásd görög-török ellentét, és még sorolhatnánk jó néhányat, de mégis az alapvető biztonsági politikai kérdésekben egyetértés van a NATO-n belül. Az pedig, hogy az Putyin elnök azt gondolta volna, hogy most jött el az ideje egy támadásnak, ez nem gondolom. Megmondom, hogy miért. Azért, mert Oroszország alapvetően abban volt, és meggyőzésem szerint ma is abban érdekelt, hogy az Európai Unió országaival, és ezek közül mondjuk kiemeltem például Németországgal, egy sikeres és jó gazdasági együttműködést, aminek az alapjai már megvoltak, ezt szélesítsék, vagy mélyítsék el. Tehát Oroszország számára én azt gondolom, hogy Európa nem egy legyőzendő ellenfél volt az elmúlt 2-3 évtizedet, ha nézzük a hidegháború lezárulta óta, hanem a orosz gazdasági fejlődésnek az egyik motorja éppen az Unióval való kapcsolatok voltak, amit most ez a háború sajnálatos módon középtávon, de lehet, hogy még hosszú távon is ketté vágott, és innentől kezdve mind a két félnek egy alapvetően más berendezkedésre kell fölkészülnie gazdasági és politikai szempontból egyaránt. És mi a helyzet a katonai szempontokkal? A brit védelmi miniszter pont most ezekben az órákban nyilatkozta azt, hogy ez a háború még 2024-ben is folytatódni fog. Ezzel párhuzamosan ugye látjuk, hogy a NATO főtitkára arról beszél, hogy a haderőfejlesztésre fordítandó összeg az a GDP-nek most már minimum a 2%-a legyen. Azt is látjuk, hogy Lengyelország például ehhez képest jóval többet költ, és lehet arról is hallani, hogy lennének olyan országok, akik mégiscsak közvetlenül vennének részt ebben a háborúban. Most legutóbb a litván elnök mondta azt, hogy ne foglalkozzunk az oroszok által meghúzott vörös vonalakról, mert azokat tulajdonképpen úgyis csak az oroszok mondják. Ezek alapján kijelenthető-e az, hogy valószínűleg ez a háború még hosszú ideig fog tartani, és ha ez kijelenthető, akkor lehet-e arra számítani, hogy nem csak zsoldosok, hanem akár nemzeti hadseregek is harcolni fognak Ukrajnában? Hát az első kérdésére először, mert talán ez a legfontosabb, hogy meddig húzódhat ez a háború. Az, amit itt most hallottunk, hogy ez még 2024-ben is tartani fog, ez valóban így van, ez egy negatív forgatókönyvben benne van. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy akár mind a két fél fáradása kapcsán, akár a nemzetközi hadszintéren újabb konfliktus helyzetek kialakulása kapcsán is, azért még itt van a lehetőség a tekintetben, hogy orosz és Egyesült Államok oldaláról, de legalább egy fegyverszüneti az idei évben még akár el is lehet jutni. Én azt gondolom, hogy a közelmúlt néhány napnak az eseményei kapcsán azért azt látni, hogy az Egyesült Államok azért Biden elnök kievi útja előtt értesítették az orosz felet, hogy nehogy rakétatámadás érje, és ezt az oroszok akceptálták, és nem támadtak azokban a órákban, nem csak Kijevet, hanem más ukrán területeket. Ez egy jelzésértékű gesztus volt, hogy így is tudunk viselkedni? Igen, így van, pontosan így van. És ahogy tudjuk azt, hogy a politikában azért a gesztusoknak mindig nagy jelentősége van. Másrésztről az kiderült ennek a háborúnak a kapcsán, hogy az Európai Uniós NATO tagországok mennyire védtelenek és kiszolgáltatottak.
hiszen kiderült az, hogy a király azért mesztelen, pont ha nem nézünk más, csak például a Leopárd harckocsik felajánlását, aminél első lendületből ugye 120 harckocsi jött volna össze az európai országok részéről, de aztán kiderült, hogy talán 40-et tudunk küldeni, mivel a többi az nincs működőképes állapotban. Tehát az európai haderő, és mondjuk innen talán kivetjük akár a lengyeleket, döntő része az katasztrofális állapotban van. Nem kezdték el azokat a fejlesztéseket időben, mint például, amit Magyarország elkezdett az Zrínyi 2026-tal, tehát azok a fajta modernizációk nem indultak be, mindenki úgy volt vele, hogy az Egyesült Államok hadserege úgyis megvédi Európát, gyakorlatilag a rendszerben lévő fegyverek papíron léteznek, ám utána, amikor egy kicsit megkapartuk, akkor kiderül az, hogy itt egy ilyen, hogy stílszerűek legyünk, patyonki falvakat építettek az európai hadseregek, nem költöttek a politikusok, feleslegesnek tartották a modern haderő kialakítását, és ennek látjuk egyfajta következményeként azt, hogy most mindenki gőzerővel próbálja belátott időn belül újra működőképessé és ütőképessé tenni a saját hadseregét, de ez még hosszú éveket fog igénybe venni. Az pedig, hogy mit mondanak a balti államok, azért én azt gondolom, hogy illő tisztelettel feléjük, de őket a súlyukon kell kezelni, és értjük, hogy ők, mint a volt Szovjetunióból kiszakadt, újra függetlenséget kapott országok, finoman szólva is nem szeretik az oroszokat, de hát azért ezekben az államokban például jelentős orosz kisebbség is él, tehát ez a fajta a karcsörtető politika, én azt gondolom, hogy egy kontraproduktívá is válhat, hiszen ez azon túl, hogy belpolitikának is szól náluk, de ez kifelé az ő stratégiai elhelyezkedésüket tekintve még akár veszélyessé is válhat ezeknek az államoknak a biztonságát nézve. Akkor nem számít arra, hogy egyes európai országok katonákat küldenek Ukrajnába? Nézze, nem tudjuk kizárni ezt, de hogyha ez megtörténne, és mondjuk úgy, hogy reguláris csapatok jelennének meg, még hogyha békefenntartó néven, vagy nemzetközi segítségnyújtás örve alatt is, azzal mindannyiunknak tisztában kell lenni, hogy bárhogy is nevezzük ezt, onnantól kezdve ez már egy nemzetközi legkiszélesedő, és egyre mélyülő, és egyre veszélyesebbé váló konfliktussá alakulna, ami már most is épp eléggé megingatja a mindennapi biztonságérzetünket, és azt is tegyük rögtön hozzá, hogy azt is tudjuk, hogy pillanatnyilag is szakértőként, zsoldosként, tanácsadóként jelen vannak Ukrajnában külföldi szakemberek, katonák, akik segítik az ukrán harcot a függetlenségük megőrzéséért, de ez még, hogy úgy mondjam, a jó ízlés határain belül van, és nem veri ki a biztosítékot, noha az oroszok is pontosan tisztában vannak ezzel, hiszen legutóbb Bakhmut ostrománál tettek közzé olyan hangfelvételeket, hogy angolul és lengyelül kommunikáló tanácsadók is voltak az ukrán csapatok mellett, tehát ezzel azt gondolom, hogy az oroszok is pontosan tisztában vannak, de ők maguk sem akarják ezt a konfliktus pillanatja még, ha nem muszáj, akkor kiszélesíteni, hiszen azzal viszont az oroszok is tisztában vannak, hogy az orosz haderő jelenlegi állapotát és egy elmúlt egy éves teljesítményét látva, finoman szólva is leszerepeltek, tehát nem alkalmasak ők arra, hogy mondjuk az Európai Unió NATO tagországaival szemben egyedül érdemben bármiféle sikerreményében vennék fel a harcot. Említette azt, hogy azért a felek mutatják a kifáradásnak a jeleit, és ez alapján akár még ebben az évben egy tűzszünet vagy béke is létrejöhet. Most azt lehet hallani, hogy Kínának a vezetésével készül egy béketerv, aztán az ukrán kommunikációban már most megjelennek azok az elemek, miszerint ez a területet a békéért verzió nekik nem szimpatikus, de eljöhet-e az a pont, aminek a vége mégiscsak az lesz, hogy területet a békéért, és ha a vége mégiscsak ez, mert hogy más reális béketerv nem nagyon látszik, akkor ezt mi értelme van húzni még sok-sok ember élete árán? Önnek tökéletesen igaza van, szerkesztő úr, és ezt tavaly március-áprilisban, amikor még folytak az orosz-ukrán
tárgyalások egy esetleges tűzszünet kapcsán, akkor jóval kevesebb áldozattal, jóval kisebb anyagi áldozatokkal, hogy úgy mondjam, egy értelmesebb, ha nem is tökéletes kompromisszumot köthetett volna a két ország. Hiszen azóta a frontvonalakon érdemi elmozdulás nem történt, ahhoz képest egy év után én nem látom azt, amit az ukrán elnök kommunikál, hogy ebbe az évből milyen elsőkről támadást indítanak és felszabadítják az elfoglalt területeket, a Krímet is beleértve. Erre minimális esélyt látok. Ugyanakkor az, hogy a fronton az ukrán hadsereg legjobban kiképzett alakulatai véreztek, vagy éppen ezekben az órákban véreznek el, az ténykérdés. Ahogy az is, hogy az oroszoknak a elmúlt hónapokban alkalmazott felőrlő, kifárasztó taktikája, és ez az anyagháborúban belekényszerítették Ukrajnát. Ez viszont, ha nem is látványos, de folyamatos kislépésekkel eredményeket mutat orosz részről. Tehát ezért gondolom azt, hogy ebben a történetben, ha tavaly kötöttek volna kompromisszumot, akkor az ukrán állam sokkal kevesebb vérvesztességgel és sokkal erősebben tudott volna akár egy béketárgyalásokon is a saját érdekei mentén érvelni, vagy kompromisszumot kötni, mint a jelenlegi helyzetben. És ez még egy megjegyzést. Azért pillanatnyilag az is látszik, hogy egy reménybeli tárgyalásnak adott esetben most már Zelenszkij elnök személye is akadálya lehet, hiszen ő olyan radikális, orosz ellenes és kompromisszum készségre nem mutató retorikát folytat, ami őt későbbiekben kizárja a tekintetben, hogy az oroszok elfogadják tárgyaló partnernek, és leüljenek vele érdemi tárgyalásokra. Csak érdemes azt is nézni, hogy ez nem, tehát hogy nem egyedül csinálja, hanem megfelelő hátszere van ehhez. És ugye itt merül fel az, hogy egyáltalán hogy lehet amerikai-orosz tárgyalás, ha retorikában Amerika folyamatosan adja a lovat Zelenszkij alá. Igen, ez valóban így van, pillanatnyilag ezt látjuk. De azért ne felejtsük azt sem el, hogy éppen a elmúlt napokban Biden elnöknek a kijevi látogatása során azért még a sajtó is felfigyelt arra, hogy Biden elnök különösen szívélyesen üdvözölte az ukrán vezérkari főnököt. És ez azért fontos, mert eddig is arról lehetett hallani, hogy a vezérkari főnököt tartják egyfajta B-opcióként, hogyha Zelenszkij elnökkel bármiféle baj történne, vagy éppenséggel cserére lenne szükség, akár egy béketárgyalások elindítása okán is. Tehát a vezérkari főnök az ukrán lakosság körében népszerű, tehát ebből a szempontból most azért volt egyfajta ilyen metakommunikációs üzenet is az amerikaiak részéről vele kapcsolatban. Egyébként azt is lehetett ugye hallani, hogy Valeri Zaluzsny, ugye ő a vezérkari főnök, illetve Volodymyr Zelenszkij között, meg egyáltalán a hadsereg és az ukrán politika között is sok-sok feszültség van a tekintetben, hogy más tempót diktál a politika, és más tart reálisnak a hadsereg. Ami még érdekes, hogy elvileg ebben az évben Ukrajnában választások lesznek. Ugye nagy kérdés, hogy ezt meg lehet-e tartani, de ilyenkor vajon mit akar a nép, mert ugye ez is egy nagy kérdés, és ezt nem nagyon látjuk tisztán, hogy valójában hogy élik meg az ukrán emberek ezt a háborút, illetve mi történik akkor, ha mégiscsak egyfajta politikai változás jön létre Ukrajnában? Hát az, hogy ebbe az évben választás legyen, az alapvetően legalább fegyverszünetnek kellene lennie, hiszen Ukrajnában rendkívüli állapot van, az ország 15-18%-a idegen megszállás alatt van, háború zajlik, tehát sok-sok ok miatt, de nem gondolnám, hogy az ukrán vezetés jelenleg választásokat szeretne, és annál is inkább, hiszen jelen pillanatban az ellenzéki pártok be vannak tiltva, ellenzéki médiák be vannak tiltva, tehát egy európai értelemben vett demokratikus választást Ukrajnában nem lehet lebonyolítani. És akkor, ha ne egy isten 5 évig tartana még ez a háború, akkor 5 évig ez a mostani rezsim állna ott Ukrajnában, ha csak valahogy meg nem pucsolják? Igen.
Én azt gondolom, hogy igen, de ez nem jelenti azt, hogy ez 5 év múlva is Zelenszkijnek fogják hívni az ukrán elnököt. Ami érdekes így kívülről nézve az az, hogy azért az ukrán társadalmon nem igazán az látszik, hogy rendszert akarnának váltani, hanem mintha elfogadták volna ezt a helyzetet, és kényszerből, de együtt élnek nagyon fegyelmezetten ezzel a háborúval. Hogy látja az ukrán társadalomnak az ellenálló képességét, tűrőképességét? Ezt én két oldalról közelíteném meg. Az egyik az az, hogy az ukrán emberek alapvetően a lábukkal is szavaznak. Igen, tehát elég sokan szavaztak. Igen, tehát egyik oldalról látjuk azt, hogy ha csak Magyarországot nézzük, napi átlagban 10 000 ember lépj át Ukrajna irányából Magyarországon a határt. Ha ezt megnézzük, most arról szólnak a statisztikák, amikről tudjuk, hogy nem hivatalosak, az ukránok ezt nem teszik közzé, hogy legalább már 9 millióan Nyugat-Európa felé, Európa felé elhagyták Ukrajnát. Másik oldalról az oroszok szimpatizánsai, az oroszok által megszállt területek lakói, az szintén 3-5 millió ember. Tehát egyrészt az ukrán lakosság ebből a szempontból súlyosan megfogyatkozott. Másrésztről az ukrán embereknek egy jó része, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 30 évben valójában nem is tapasztalta azt meg, hogy milyen egy emelkedő, békés, normálisan működő országban élni, hiszen vagy orosz barát oligarchák, vagy most éppen egy nyugatbarát oligarchák uralják az országot, és tartják a markukban, hogy úgy mondjam, ehhez képest az ukrán lakosság az egyfajta apátiával él az ukrán függetlenség kivívása óta. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a lakosságnak egy jelentős része most úgy tekint erre a háborúra, mint amikor nem annak van az ideje, és ez teljesen természetes reakció, hogy bármiféle kritikát fogalmazzanak meg a vezetéssel szemben, hanem ilyenkor egy jó érzésű ember, ha megtámadják a hazáját, akkor a regnáló kormány mellett kiáll, és igyekszik azt erősíteni, és az országot, amíg folyik ez a harc, addig nem belülről politikai vitákkal szétszabdalni. Ha egy kicsit nagyobb geopolitikai összefüggéseket nézünk, akkor látni lehet azt, hogy Kína, minthogyha elég egyértelműen Oroszország mellé állna ebben a háborúban, illetve hogy Kína és Oroszország még közelebb került egymáshoz a háború kitörése óta. Ugye ez az Egyesült Államoknak elvileg nem jó. Aztán azt is látjuk, hogy ebbe a szövetségbe, mintha egyre inkább becsatlakozna Irán, ugye most pont azt lehet hallani, hogy az iráni külügyminiszter is Moszkvába látogat nagyjából abban az időben, amikor Xi Jinping kínai elnök. Miközben ilyen formálódó szövetségeket látunk, akkor felmerül a kérdés, hogy Amerika egyrészt ezt miért, tehát hogy sokszor úgy tűnik, mintha ezt a tempót Amerika diktálná, hogy ez Amerikának jó-e, és hogy a következő időszakra milyen hatással lehetnek ezek a formálódó szövetségek. Ha most visszalapozunk egy kicsit az amerikai diplomácia történetben, akkor tudjuk azt, hogy Henry Kissinger már évtizedekkel ezelőtt is leírta, hogy az Egyesült Államok számára egy rémálom van, hogy úgy mondjam, az, hogyha Oroszország és Kína az közös platformra kerül, és ezt mindenképpen el kell kerülni. Ehhez képest most az orosz-ukrán háború az valóban egy olyan járulékos kockázattal is jár az Egyesült Államok számára, hogy ahogy el is mondta, hogy egyre közelebb kerül Oroszország és Kína egymáshoz, és ennek jól látható jeleit látjuk a gazdaságban, a diplomáciában, a hadseregek közti folyamatos közös hadgyakorlatokban, és még sorolhatnám, az infrastruktúra fejlesztésében is. Tehát ebből a szempontból való igaz az, hogy biztonsági szempontból, ha a világ egészét nézzük, akkor alapvetően formálódik egy újfajta hatalmi csoportosulás, amellyel szemben az Egyesült Államok is elkezdte a saját táborát erősíteni, ebbe beleérthetjük Ausztráliától, Japánon, Dél-Koreán át az Európai Unióig, tehát egyfajta olyan közösséget összekovácsolni, amely ezzel a BRICS államokkal, vagy csak
Oroszországot és Kínát, és még néhány országot nézünk, és nem veszük ide akár Indiát, vagy Dél-Afrikát, a dél-amerikai államok egy részét, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy egy fenyegető tömbösödés alakul ki, ami a későbbiekben alapjaiban fogja meghatározni azt az új világot, amelyben élni fogunk a 21. században. Azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy nyilván voltak konfliktusok, meg összezördülések, de minthogyha azért lett volna aktív kommunikáció, meg sokszor valahogy az volt, hogy az ellenségemnek a barátja az meggyőzi az ellenségemet, hogy ne vesszünk össze annyira, és most például egy friss hír kapcsán gondolkodtam el azon, hogy például Izraelben két Ukrajnából származó képviselő egyértelmű izraeli állásfoglalást sürget az ukrán háború ügyében, mert hogy azt mondják, hogy ha Irán ennyire szorosban van Oroszországgal, akkor az lenne jó, hogyha Izrael meg Ukrajnát támogatná ténylegesen fegyverekkel, meg katonai támogatással, meg mindennel. És akkor itt merül fel az a kérdés, hogy átalakulhatnak-e a nagy szövetségi rendszerek mentén a középhatalmaknak a szövetségi rendszere is, amelyek szintén azért a világ stabilitása szempontjából elég aggasztóak. Igen, ez óhatatlanul vonja egyik a másikat maga után, kivéve azokat az országokat, amelyek képesek, hogy úgy mondjam, megvetni a sarkukat és a saját nemzeti érdekeik mentén politizálni, ami nem zárja ki azt, hogy akár ezzel a két vagy több pólusúvá váló világban, ha nem is jó viszony, de korrekt viszonyt folytassanak, lehetőség szerint mindegyik oldal vagy legalábbis a lehető legtöbbel. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezek a politikusok, akik most Izraelben ilyen úrokat pengetnek, azok pontosan tudják azt, hogy egyébként Izrael számára stratégiai szintű kérdés, hogy Oroszországgal is jó kapcsolatokat tartsanak fenn. Stratégiai kérdés az, hogy az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tartsanak fenn. És még sorolhatnám ezeket a tényezőket, nem véletlen az, hogy a izraeli politika jelen pillanatban igyekszik távol tartani magát ettől a konfliktustól. Igen, csak itt merül fel bennem ez a kérdés, hogy ha viszont azt mondják, hogy igen, de az iráni fenyegetettség az sokkal nagyobb, és ha Irán így áll Oroszországhoz, akkor vajon tudunk-e mi még őszinte barátai lenni Oroszországnak? És ez most csak egy példa a sok közül. Igen. Én azt gondolom, hogy itt sok mindent újra kell majd értékelni az egyes országnak, mert itt a konkrét példám maradva én azt gondolom, hogy azért, mert Irán éppenséggel közeledik értelemszerűen az Amerikával szemben formálódó közösség felé, az még nem azt jelenti, hogy mondjuk Kínától kezdve Oroszországig ezekkel az államokkal, a kisebb államoknak azért kellene feszülté tenni a saját viszonyait, vagy gazdaságilag elzárkózni tőlük, mert hogy Iránnal biztonsági problémái vannak. Tehát ezt a két kérdést én azt gondolom, hogy egy normális politikában ketté lehet választani, és ketté is kell választani. És akkor végezetül egy utolsó kérdés. A napokban volt Putyinnak egy nagy beszéde, ami inkább az orosz közvéleménynek szólt, és úgy tűnt, mintha fontosnak tartotta volna az orosz elnök az, hogy az orosz belső nyilvánosságnak adjon egyfajta megnyugtató választ, és egyfajta optimista jövőképet. Sok vita van azzal kapcsolatban, hogy a szankciók mennyire gyengítik Oroszországot, hogy amikor ugye van ez a narratív, hogy Oroszországnak már csak olyan barátai vannak, mint Irán meg Észak-Korea, és elszigetelődött a nemzetközi térben, hogy vajon hogy gondolkodik egy orosz átlagember, illetve mennyire van még meg Putyinnek a politikai és Putyin háborújának a támogatottsága orosz részéről, mennyire bírja az orosz hátország ezt a jelenlegi helyzetet? Hát pillanatnyilag úgy tűnik a jelekből, hogy az orosz társadalomnak jelentős része 70% fölötti, van, akik 80%-ot is mérnek, felsorakozott az orosz elnök mögé. Annál is inkább, mivel az elmúlt időszakban azért akár a Leopárd harckocsik ügye, az az orosz társadalom számára is, azt kell, hogy mondjam, hogy érthető biztonsági kockázatként jelent meg, és ezt az orosz elnök ügyesen ki is használta, ugye, hogy újra keresztes német nagymacskákra elnevezett harckocsik jelennek meg, és ezekkel harcolnak az orosz fiaink, tehát ezt pedig az orosz veteránoktól kezdve mindenki, aki Oroszországban történelmet tanult, az pontosan tisztában van vele, tehát ez meg segíti azt, hogy
Putyin számára sikeresen kovácsolja össze a nemzetét. Illetve még egy dolog, hogy nyilvánvaló, hogy az, hogy bizonyos nyugati termékekhez nem, vagy csak áttételekkel drágában jutnak hozzá az oroszok, az megnehezíti a mindennapjaikat. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ezeknek egy jó részét pótolni tudták kínai és más ázsiai országoknak a termékeivel, illetve bizonyos közvetítőkön keresztül, de ugyanúgy hozzájutnak mondjuk az iPhone telefonokhoz, vagy a nyugati autókhoz. Az más kérdés, hogy a vásárlóerő érzékeltően csökkent, vagy az emberek megfontoltabbak Oroszországban is. Nyilván a gazdaságuk is megérzi az embargót is, meg a háborús költségvetést is. De egyelőre az, hogy Putyinnal szemben bármiféle alternatíva, vagy társadalmi elégedetlenség nyomás alá helyezni az elnököt, az nem látszik. Horváth József, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.